hogy nem csak a családod irányában megy ez a gondoskodás, hanem úgy látom, hogy igazából mondhatjuk azt, hogy jóval messzebbre mész, mint ameddig mondjuk a celebritások szoktak menni, hanem igazából te egy civil aktivista vagy, és ez most elég hivatalosan hangzik első hallásra, de nézzük meg, hogy ez hogy jelent a mai napodban meg. Ez a gyermekvédelmi projekt, ez egy nagyon nagy falat az életemben, de mellette rengeteg civil önkéntes munkát végzek. Vannak saját kis családjaim, akiknek tudok segíteni, akár bevásárlásban, akár ruhaszerzésben, tanszerbeszerzésben, vagy a hajléktalanoknak, hogyha bármilyen dologra van szükségük, legyen ez higiéniai, vagy egészségügyi, vagy egyszerűen csak ruhanemű. Van egy projektcsapatunk, és velük csinálunk egy gyermekvédelmi programot. Most hál' Isten, mintha lenne az egész országban egyfajta figyelem ezen. Mennyire félnek szerinted a gyerekek, vagy akár a felnőttek is jelenteni egy bármilyen bántalmazási ügyet? A gyerekekben is ott van a félelem, hogy fogok valódi segítséget kapni, hinni fognak nekem. Hát gyermekvédelemnél forróbb téma jelenleg nem nagyon van Magyarországon. Nem nagyon van, mi tavaly októberben kezdtünk el közösen együtt gondolkodni, és... Előtt kitörtek még a botrányok. Még abszolút a botrány előtt, tehát én azért abszolút részt veszek ennek a bugyraiban, tehát hogy olyan helyekre járok le, ahová nem sokan merészkednek szerintem. Mondj egy példát. Falvakat nem akarok mondani, de akár Borsod, vagy akár azok a telepek, ahol azért nem túl sok szépet lát az ember, és ahol nagyon nehéz körülmények között élnek az emberek. Tehát, hogy a mély szegénységnek a mélysége. Miért választottad ezt? Ugye nagyon sok ismert ember kiválaszt magának egy-egy témát, vagy egy-egy társadalmi ügyet, amit aztán éveken keresztül képvisel, ha jó esetben. De miért pont ez jött veled szembe? Nem tudom, valahogy a gyerekek azok mindig is közel állt hozzám ez a téma, hogy a gyerekekért tenni kell. Tehát ez nem egy új keletű történet az életemben. Én 20 évesen is jártam le gyermekotthonokba a vidékre, és akkor is szerveztem gyűjtéseket, sőt 20 évesen, 22 évesen csináltam meg az első alapítványomat az Agykó Szilvi barátnőmmel, akkor még a cukorbeteg gyermekekért. Ez az ő ötlete volt, és ő hívta fel erre a figyelmemet, de arra is egy országos programot dolgoztunk ki.